Itt, ezen a forgalmas platánsoron található a cukrászda, ahonnan a banda tagjai kirángatták a fiatal férfit. Az áldozat a támadók elől menekülve rohant be az épületbe. Valószínűleg egy korábbi vitájukat akarták erőszakkal rendezni, ezért kezdték üldözni a rémült fiatalt. Négyen rontottak rá, egyikőjük először megpróbálta kirángatni őt a cukrászdából, de ez nem sikerült neki, és dulakodás közben betörték az üzlet fagylaltos pultjának az üvegét. Amikor aztán mégis az utcára vonszolták, a bandával szemben esélytelen áldozatot botokkal kezdték ütni-vágni. A négy támadó közül az egyik fiatalkorú volt, egy másikuk pedig nő. Az elsőrendű fiatalkorú vádlottat egy évre próbára bocsátotta és elrendelte pártfogó felügyeletét, a korábban már büntetett előélettel bíró harmad és negyedrendű vádlottakat egyaránt pénzbüntetésre ítélte. A bíróság a másodrendű fiatalkorú vádlottat szintén egy évre próbára bocsátotta, azonban őt csak garázdaság vétsége miatt. Hiába sérült meg az áldozat, a támadóknak mégsem kellett testi sértés miatt felelniük. Az volt a szerencséjük, hogy a sérülések 8 napon belül gyógyulóak voltak. Ez esetben a bíróság nem ítélheti el a vádlottakat, ha azt a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülésnél nem kéri, viszont ez, hogy a sértett megsérült, súlyosító körülménynek számít az ügyben. Az ítélet három vádlott esetében jogerős, egyikőjüknél pedig az ügyész szigorításért fellebbezett.